Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, és a katolikus rádió hallgatóit. A mai napon a készületről, a helyes készületről lesz szó. Szeretettel kérjük, hogy mi is karácsonyra tiszta lélekkel készüljünk. A szentmisét elhunyt Margit és elhunyt Otto testvérünkért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, mindenható örök Isten, fiad földi születésnapjára készülve egyre közelebb jutunk karácsony ünnepéhez, kérünk, hogy irgalmazzon nekünk az örök ige, aki Szűz Máriától testé lett és köztünk élt, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány Malakiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk. Íme elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép a szentélybe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is, mondja a seregek ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját, és kimaradhat állva, amikor megjelenik. Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Megtisztítja a Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak. Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, épp úgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években. Nézzetek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra a fiak felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiak szívét. Nehogy elmenjenek, és átokkal sújtsam a földet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Bizakodjatok és nézzetek az égre, közel van a megváltás napja. Bizakodjatok és nézzetek az égre, közel van a megváltás napja. Útjaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidet taníts meg engem. Taníts és vezess igazságot szerint, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Bizakodjatok és nézzetek az égre, közel van a megváltás napja. Jó az Úr és hűséges, a bűnösöknek utat mutat. Az alázatos lajóban vezérli, a szelídet útjára tanítja. Bizakodjatok és nézzetek az égre, közel van a megváltás napja. Halleluja, 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 halleluja. Királya vagy a nemzeteknek, és szegletköve az egyháznak, jöjj meg az ember, akit a föld porából alkottál. Halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, s egyedül együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket, anyja nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindjárt meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, s megoldódott a nyelve, szólni kezdett és magasztalta Istent. Ekkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek, aki csak hallott róla, elgondolkozva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Szeretett testvéreim, karácsony előtt mindenütt nagy a készülődés. Az asszonyok az ennivalót tervezik, a férfiak talán karácsonyra az egyéb kellékekről gondoskodnak, és mindjárt igyekszünk kedvességünkkel, ajándékokkal örömet szerezni szeretteinknek. A mai olvasmányok arról írnak, hogy miképpen készíti Isten elő a karácsonyt, Jézus születését.
Mikiás próféta írja le az Úr eljövetélét, kimaradhat állva, amikor megjelenik, mert olyan, mint az olvasztók tüze. Előtte Illés próféta jön el, hogy mielőtt eljön az Úr félelmetes nagy napja, hogy békét teremtsen az apák és a fiak között. Az evangélium viszont azt írja le, hogy mindez milyen csöndben történik. Egy idős házas pár nagy örömmel fogadja egyetlen gyermekét, és a János nevét adják neki, ami azt jelenti, Jáve megkegyelmezett. Mindez pedig Jézus jelenlétében történik, akit ugyanitt a Szentírás nem is említ, de Mária szíve alatt ő is jelen van. Ezt a csöndes szívet megújító készületet vegyük át mi is az Úrtól. Ha dolgunkat el is kell végeznünk, közben szeretettel legyünk együtt az Úrral, várjuk szeretettel, engedjük, hogy a várakozás öröme egyre jobban betöltse a szívünket, és valóban felkészülhessen Jézussal való boldog találkozásra. Amen. Kérjük testvéreim bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjében, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezesse országába, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt Margit és Otto testvéreinket viszont láthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints megengesztelésre hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik, állj mellette bőkezők jóságoddal, és úgy enged boldogülni itt a földön, hogy elnyeri az örök életet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot,
nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, szolgáljon tökéletes engesztelésül ez az áldozat, amelyben az Isten tisztelet teljessége rejlik számunkra, hogy megváltunk érkezését, megtisztult lélekkel ünnepeljük Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden ható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Őt előre hirdette a próféták szózata, s kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újjongva találjon minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, s minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, a zsákba, a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, a zsákba, a magasságban. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kivált kép most, mi dönt Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírás és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk küld el szent lelkedetek kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis az kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, s hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk,
és ezzel az áldozattal megnyitta nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét, adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel együtt örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, s légy irgalmas minden megholdhoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és vértanukkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, minden ható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Amen. Az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkinek. Urunk, Jézus Krisztus, azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Krisztus szeretetével köszöntelek mindjájatokat. Isten márája, te elveszed a világ bűneit, irgalmad nékünk. Isten márája, te elveszed a világ bűneit, irgalmad nékünk. Isten márája, te elveszed a világ bűneit, adj nékünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek. Rendel minden a szentséget, és adván tiédnek, hogy te veled egyesünk, téged viszont szeressünk, örök hála és imádás. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, üdvözíts meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztál engem. Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem. Bolyóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeibe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hívogathoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, mennyei eledellel tápláltál minket, kérünk, ajándékozz meg irgalmasson a te békéddel, hogy szeretett fiad eljövetelekor, az égő lámpásokkal méltóképpen vonuljunk eléje, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreimnek, ezt a boldog várakozást kívánom mindnyájatoknak. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldása. Ójöjj, ójöjj, üdvözítő, mert teljesült már az idő, több át az ég szád ajtaját, vár a világ sóvár garrát. Megnyílt az ég,
ez nagy szentség van, ezt imádjuk legjobban, melyet Jézus nekünk adott testamentumban. Jelen van itt test és vér, minden kincsel ez felír, ha elhagyjuk védkeinket, minden jót ígér. Te benned van reményünk, életünk és épségünk, egyedül csak téged kérünk, légy segítségünk. Fogadd el, Uram, egész szabadságomat, fogadd el emlékezetemet, értelmemet és akaratomat, amin van, amivel rendelkezem, mint te adtad nekem, mindezt most egészen visszaadom neked, és teljesen akaratodra bízom magam. Csak az irántad való szeretetet és kegyelmedet add meg, s én elég gazdag leszek, és nem kívánok többé semmi egyebet. Amen.